Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk a tanulást a Zohárban, a Ragyogás című könyvben, a zsidó misztika Kabbalának az alapművében. Első kötet, a negyedik heti szakasz, Vajéra heti szakasz, a Kufet Zain Amud Beit 116 per B oldala. Az előző órán tanultunk, hogy Rabbi Júda megérkezett egy bizonyos településre, aminek az a neve Kfar Hanan, és ott fogadta őt Rabbi Abba, és mindenki hozott neki ajándékot, és aztán azt mondta, hogy szeretne ezt visszafizetni, meghálálni Tóra tanuláson. Igen, de nem mindenki legyen jelen, csak egy kiváló rész, akiket tud tanítani Kabbalát. És akkor volt egy tanítás, amit átvettünk múlt héten. És akkor az is volt, hogy mindenkit, hogy sikerült elküldeni az embereket, anélkül, hogy sértődés lett volna. És akkor erre folytatjuk itt a történetet. Barakat Vádi, hogy lehet nyilván a hajlóságnak könnyű a nő. Folytatja a történet holnap, másnap. Megint jött Rabbi Júda a Béta Midrásban, a tanházban. És most jöttek, összegyűltek előtte az egész város. És azt mondtak neki, no, mester úr, tanítsa minket, valamit mondjan Dvár Tajret, mondjan valami tórai gondolatokat, olyasmihez, ami kapcsolódik a heti szakaszhoz, mert ezen a sábaszon fogunk olvasni azt a fejezetet a Vajéra heti szakaszban, Pasem Pakad et Szará Kaser Amár, és az örök való megemlékezett Sáráról, amit mondta, és az örök úgy tett Sárával, amit szólott, Sára viselős lett, és fiút szült Ábrámnak örökségére, arra az időre, amelyről Isten szólt neki. Szóval a történet arról szól, hogy Sára viselős lett, és gyerek született, és erre az emberek azt kértek, hogy kérünk erről a témáról, tanítsa minket valamit. Erre felállt Rabbi Júda, odaállt a Beit Midrásban a tanháznak a két oszlapa között, és úgy kezdte. Azt olvasunk a Tórában, Vasem Pakad et Szará, az örökről megemlékezett Sáráról. Erre azt mondta, három kulcs. Három olyan kulcs van, ami csak az örökkévaló kezében van. És ezt nem adta át se angyalnak, se szerápnak. Melyik ez a három kulcs? A szülésnek a kulcsa, az esőnek a kulcsa, és a halottak feltámadásának a kulcsa. Ez a három olyan dolog, ami csak az örökkévaló kezében van, és ez nem adta át. Olvasunk ez egy kicsit, utána egy picit próbáljunk megérteni, mit jelent átadni, vagy nem átadni.
De egy kicsit én úgy értelmezem ezt, hogy arról van szó, hogy ez a három dolog az örökké való kezében van, és ez nem adta át angyalnak, vagyis nem adta át, ez nem lett teljesen része a természetnek, hanem ez még az mindig az örökké való kezében van. És erre az egyik azt mondtunk, az eső. És erre egy barátomtól Amerikában, Ohio államban, Cleveland mellett rabbi. Erre azt mondott egy érdekes gondolatot. Elvileg eső olyan kellett legyen, mint az eső, ami egyébként kicsit szélesebben értelmez az időjárás, olyan kellett legyen, mint a természetnek a szerves része. De közben, ha azt kérdezem, mondja meg, 3 hét múlva milyen lesz az időjárás, nem lehet kiszámítani. Képzelünk el, a természetnek a része, amit nem lehet előre jelezni, sőt, valamikor Magyarországon nem lehet egy napra előre tudni, hogy pontosan mi lesz holnap. Egy valamit jósolnak, más valami következik be, 3-4 napra pláne. Szóval ez arra mutat, hogy ez még nem része a természetnek, azt szerintem bizonyos szempontból, ez mint az örök való magánál tartja az esőnek a kulcsa, a szülésnek a kulcsa, ami ugye az megint olyasmi, ami valamilyen szinten természet fölötti, és és pláne a halottak feltámadása. Szóval három olyan dolog van, ez a három téma csak az Isten kezében van. Jött Eliáú proféta, és mégis elvett az Istentől két kulcsot. Melyik az a kettő? Az egyik az az esőnek a kulcsa, mert ő volt az, aki olyan ígéretet tett Ahab királynak, hogy nem lesz eső. Ez pedig egy királyok 17:1, azt mondta Eliáú Ahabnak, esküzöm, hogy ezekben az években nem lesz eső, csak akkor, amikor én fogok szólni, hogy legyen eső. Szóval Eliáú átvette, és a kezében tartotta az esőnek a kulcsa. Illetve a halottak feltámadásának a kulcsát, mert akkor az van írva, az megint egy királyok 17. fejezetben, hogy Eliáú életre keltette a Szarafid nőnek a gyerekét. Ez az első vélemény. Erre azt mondta Rabbi Yochanan, nem így van, hanem csak egy kulcs volt Eliáú kezében, ahogy Rabbi Yochanan mondott, amikor Eliáú akart életre kelteni a szarafi nőnek a gyereket, azt mondta neki az Isten, na, nem tudsz te két kulcsot a kezedbe venni, add vissza az esőnek a kulcsát, akkor lehet beszélni továbbról. És utána tudsz te a gyereket életre kelteni, ahogy írva van, ez pedig egy királyok 18:1, az örökkévaló azt mondta Eliáúnak, Lech héra éj el Ahab, menj el, jelenj el meg Ahab előtt, ve etna matara pnei adama, és én majd fogok adni esőt a földön. Mondja, az nem az van írva, és te adjál esőt, hanem én fogok adni esőt. Vagyis korábban azt mondta Eliáú, én fogok mondani, mikor jön eső, mintha én fogok adni az esőt. Később ezt vissza kellett adni az Istennek, és Isten majd fog adni esőt. Miért? Mert közben Eliáúnak életre kellett kelteni a Szarafi nőnek a gyerekét.
Erre felmerül a kérdés, Éli mondja, Rabbi Jochen azt mondja, hogy nem lehet, még Eliáunak se lehetett két kulcsa együtt a kezébe. Akkor erre felmerül a kérdés, Elisa profétának mégis két kulcsa volt, egyik dolt a Sunami nőnek ígérted lesz gyereke, és a másik, amíg a gyerek megszületett és később meghalt, akkor életre keltette. Kettő királyok, negyedik fejezet. Akkor ezzel mégis két kulcs volt a kezében, mert az a válasz, igen, Elisa olyasmit ért el, amit Eliáú nem tudott elérni, mert ahogy írva van, mert Elisa azt, mert Eliáú, amikor búcsúzott, azt mondta Elisának, kérjél valamit. Erre azt kérte Elisa, én szeretném dupla részt kapni. Azt én dupla részt a proféciából, mint amit Eliáhu-nak volt. És ez be is következett, Eliáhu-nak csak egy kulcsa volt, Elisának két kulcsa volt. De semmiképpen három, az már senki nem érte el. Eliáhu egy kulcsod, Rabbi Jochanan szerint, Elisa proféta kettő, de olyasmi, hogy mind a három át lett volna adva, át lett volna adva, az ki van zárva. Mert csak az örökvaló az, aki képes mind a hármat egyszer tenni. Ahogy Rabbi Simon mondta, nézd csak, milyen nagy, milyen különleges, hihetetlen nagy az örökvalónak a hatalma és ereje. Hogy ő egyszerre most 14 dolgot fog felsorolni, amit az örökkévaló tesz egyszerre, és ellentétes. Azt jelenti szigor, és szeretet, és kegyelem, és ez az ellentétes is egyszerre. Egy, hogy halottakat életre keltett, a vétkeseket pedig leviszi a Gehenomba. Aztán, amikor eljön az ideje, egyeseket már fel is hozza. Utána a világító testet, a napot felhozza. Esőt hullat. A füvet nő. A növényeket élteti, trágyázik. A medőnőket, medőnőknek ad gyereket, embereknek ad megéletést, segít a szegényeknek, támogatja az elesetteket, felemeli, ki egyenesíti azok, akik meg vannak hajolva. Szóval az örökkévaló egyszerre tud sok mindennel foglalkozni, sok mindent csinál, még ellentétes dolgok is, amit, ahogy mondtam, más-más tulajdonságok is képes, és, várjál, én nem fejeztem be, leveszi bizonyos királyokat, uralkodókat a királyi széktől, másokat pedig ugyanakkor felrakja a királyi széket, ez mind egy időben, egy másodpercben egyszerre. Egy küldött nem képes ezt tenni, mert a küldött, az angyal mindig csak egy valamit tud tenni, egyszerre, az örökkévaló pedig tud többet tenni egyszer. Természetesen 14 dolog fel van sorolva, de az örökkévaló sokkal többet is tesz egyszerre, mert ez csak az örökkévaló képes, ezért visszatérve, hogy három kulcs, hogy valakinek a kezében legyen három kulcs egyszerre, ami fölött rendelkezik, az nem lehetséges. Eliáónak volt egy vagy kettő, Elisának mindenképpen kettő volt, a három az semmiképpen. Ahogy mondtam, hogyan kell ezt értelmezni? Én úgy értelmezem, hogy ez még természetesen minden, ami történik a világon, az csak az örökkévaló teszi. Nincs olyan, hogy Eliáó teszi, vagy Elisa teszi, hát csak egy Isten van, és csak csak rajta keresztül ő beleszól, ahogy a Talmud mondja, a cadik utasít és az örökkévaló teljesít. De mindenképpen
Mindenképpen a Rabbi Jochana véleménye szerint mindenkinek csak egy, mert ez egyébként írva van, hogy az angyal egy küldetést kap egyszerre. Az van írva, hogy amikor Ábrahám beteg volt, akkor három angyal jött hozzá látogatni. Miért három angyal? Erre azt mondja rá, hogy az egyik jött meggyógyítani az Ábrahámat, mert ez a körülmetélésnek a harmadik napja volt. A másik angyal jött azzal a hírrel, hogy gyerekük lesz, és a harmadik jött elpusztítani Szodomat. Erre kérdezi Rási, hogy miért kellett három angyal, miért nem lehet neki egy angyalnak adni egy listát, ez is ezt kell tenni. Az a válasz, mondja Rási, mert egy angyal nem tud két küldetést tenni. Úgy is lehet értelmezni, az ember olyan, hogy bizonyos dolgokat, az ember olyan, hogy bizonyos dolgokat úgy teljesít, alig odafigyel. Bizonyos dolgokon jobban fogja meg. Ugye bizonyos dolgok még jobban, mit tudom én. Az ember képes a irodában dolgozni, teszi a munkát, de a lelke alig van ott. A lelkének a 10%-a van ott, a kezével dolgozik, a lelke nincs ott. Ez természetesen például, vegyük egy példát, az ember házasodik, akkor hány százaléka a lelkének ott van? Hát merem remélni, hogy a jóval több, mint 10%, ha nem 100%. Ez azt jelenti, hogy mennyire mélyen kapcsolódik az ember ahhoz, amit ő tesz. Az angyal, amikor kap egy isteni küldetést, az teljesen 100%-ban el van kötelezve ennek. Nem lehet neki mondani, két feladat. Két feladat azt jelenti, hogy csak 50%-ban lesz a lelkének kapcsolódik. Ez 50%, az nem lehet. 100%. Sőt, az angyalnak a teljes létezése. Hát lehetett talán használni ezt a kifejezést, hogy létjogosultsága, az a parancs, amit kapott az Istentől. Ez az, ami élteti, ez az, ami a létét biztosítja. Nem lehet két lét. Ez az ő léte, teljesen ennek a léte. Nem lehet két dolga. Ezért azt mondja, ez a három dolog az olyan különleges, hogy ez csak az Isten tudja tenni, és ez nem lehet alacsonyabb szintekre ezt levinni, hogy ember vagy akár angyal tudjon ezt kezelni. Igazság az, ugye, amit a Zohar itt mond, az a Talmud is mondja, és ott a Toszafot felteszi a kérdésre, a Jochanan azt mondja, hogy nem lehet ez átadva. Erre Rási azt mondja, hogy nem lett mind a három átadva egyszerre. A Toszafot fel, és akkor lényegében azt a véleményt ad, amit itt a rétett Midrás, a Midrásán ellen mond itt a Zohárban. Hogy mind a három az már nem lehetséges. A Toszafot ad, egy olyan választ mondod, állandó jellegű nincs, de egyszer-egyszerre lehet átadni, és még más vélemények is vannak a témában. Visszatérve, az a Rási, az a minden angyal más teszi, erre felteszik a kérdés, a minden angyal egy valamit tesz, akkor melyik angyal volt az, aki mentette Lotot a Szodomából? Akkor arra elvileg kellene egy negyedik angyal. Ábrahám gyógyítása, a hírt elhozni, hogy lesz gyerekük, Szodoma elpusztítása, negyedik feladat Lotnak a megmentése. Erre azt mondja
azt hiszem, Rási azt mondja, az angyal, aki gyógyította, Ábrámot, ő ment menteni Lottot. Ez szerint két feladatot kap. Az a válasz, ez egy jellegű feladat, mentés. Az ő teljes léte az mentésből áll. És az egy angyal, aki ment, ő nem tud pusztítani, stb. Folytatjuk, ez volt Rabbi Judának a tanítása, amit elmondott ott az egész közösség előtt. Erre azt mondja Rabbi Yossi, nem erre, folytatja a Zohar, azt mondja Rabbi Yossi. Mindent, amit az örökkévaló tesz, az csak szóban mondja. Ez még az örökkévaló mondjad úgy legyen, és ő lesz. Azt jelenti, az örökkévaló marad a saját szintjén, és azt mondja, úgy legyen, és rögtön lesz. Ahogy írva van, Zsoltárok 33:6, mit vár Hashem, Shamayim nászó, az Isten szavával lett az ég. Az örök azt mondta, legyen ég, és lett ég, ahogy olvasunk a Tórának az első fejezetében, Mózes első könyve első fejezet, és mondta Isten, legyen világosság, és legyen ember, és legyen állat, és legyen madár, és legyen le... Az örök mondta, és lett, mert az örök valahogy ő mond valamit, akkor az történik is. Ehhez kapcsolódik egy másik téma, és pont jókor tanulunk ezt, mert ez egy kapcsolódik a Pesachhoz. Ahogy Rabbi Yochanan mondta, mi az, ami írva van a Tórában, ez 2 Mózes Smot 12:12. Vávárti be Eretz Mitzrayimba Lailaze, és én bejárom Egyiptom országát ez éjszaka, Vihikétikolba Horbe Eretz Mitzrayim, és megölök minden elsőszületet Egyiptom országában. Embert is állatot, az Egyiptom minden bálványan ítéletet teszek, én az örökkévaló. Azt mondja az örökkévaló, én bejárom Egyiptom országát. És a hangsúly az, hogy én, és erről olvasunk a Peszachi Hagadában, és a Midrás is azt mondja, az örök azt mondja, én, a nivelo malach, nem küldök angyalt, aki végrehajtson ezt az ítéletet, hanem én teszem. Erre felmerül a kérdés, húha, igazad, ez egy büntetés volt az egyiptomiaknak, hogy minden első szület meghalt, de hát ez egy hihetetlen megtiszteltetés, hogy az örökkévaló személyesen jött végrehajtani az ítéletet. Mert, mondja a Zohár, össze nem lehet hasonlítani az, akit a király elkapott és megölt, vagy egy egyszerű civil ember elkapott és megölt. Sokkal nagyobb megtiszteltetés, Ha a király által történt, igaz, hogy halálra van ítélve, de ha a király teszi, akkor legalább az egy szint, egy magas szinten van. Csak miért érdemeltek meg az egyiptomiak, hogy az örökkévaló személyesen jöjjön végrehajtani az ítéletet? Másik kérdés, mondja a Zohár, nincs ennél tisztátalanabb nép, mint az egyiptomiak. Akiről a Ezékiel proféta 23:20 egy nagyon erős kifejezést is használ, azt mondja, de igen, összehasonlítja, hogy mint az állatokhoz. Azért spirituálisan olyan alacsony szinten voltak, lényegében már lejjebb, mint az emberi szint. Nem beszélünk, hogy jámbarok, cádikak lettek volna, hanem egyszerű emberek. Nem, lejjebb.
olyan alacsony szintre voltak spirituálisan, hogy az Ezékiel proféta összehasonlítja őket a szomára. Többek között azért is, mert egy nemű kapcsolatok vannak közül, mert hol lehet ezt látni? Mert ők az egyiptomiak származnak Hámtól. Hám volt Noénak a gyereke. És olvasunk Brésítban, Mózes első könyve 10:6, hogy Hámnak a gyereke volt Kus, Mitzráim, Egyiptom, Put és Knán. Ezek szerint Mitzráim volt Hámnak a fia. És mit olvasunk, hogy mit tett Hám a fia az apjával, Noéval? Megerőszakolta. Megerőszakolta, amikor részeg volt. Ami azt jelenti, hogy Hámnak a családjában benne van ez a fajta viselkedés. És emiatt megátkozta Noé őt és Knán fiát. Ahogy olvasunk Bereisit könyvben 9:25. Erre felmerül a kérdés, hogy ilyen alacsony, spirituálisan ilyen alacsony szintű népről van szó, és akkor ez örökkel nem tud küldeni egy angyalt vagy egy küldöttet, aki ezt a büntetést hajtsa végre. Miért kellett az örök valónak személyesen jönni? És hol van ennek egy precedens, most precedens nem időben, mert későbbi időről fog ez szólni, de mindenképpen hol találunk a történelemben, hogy az örök való úgy büntette meg egy népet, hogy nem személyesen jött, hanem küldett egy angyalt? Ezt olvasunk Assurnál. Most Assur az Sémnak a gyereke, hogy olvasunk ezt Brésít könyvben 10:22. És Sémnak, Bnei Sém, Élam v Assur. Assur az Sémnak a gyereke volt. Sém, most nem Ham, Sém. És Sém számított a főpapnak. Ahogy olvasunk Brésít könyvben 14:18, hogy ő volt a Malkicedek, és a Talmud azt mondja, a Malkicedek az Sém, és ő volt Istennek a papja. És ő nem lett megátkozva Noé által, hanem meg lett áldva. Ahogy olvasunk ezt Brésít könyvben 9:26, Baruch Hashem Elokei Shem, áldott legyen az Isten, Shemnak az Istennek az Istene. Ezek szerint Shem megkapta a nagyságot és az áldást több, mint a testvére. És mégis ez a Shem. Shemnak a gyereke volt az Assur. És az örökölnek meg kellett büntetni az Assur, az Asszíra, Asszúrak, azt hiszem mondanak magyarul. Az Assúrak, amikor Jeruzsálemet akartak megtámadni, erre mit olvasunk 2 királyok 19:35-ben? Bahiba Lailahu, és volt azon az éjszakán, vagy Jézsei Malachasem, az isteni angyal jött ki, vagy Jahbe Machané Assur, és ütést tett, megölt Assur táboron, Mea Usmonim, Bahamisá Alef, 185 ezer katonát megölt. Bias kimúlva boga felkeltek reggel, minek ulamp, garimétim, és látok, hogy mindenki meghalt. Akkor ezek szerint Sémnak a leszármazott, ugye Sém, aki sokkal magasabb szinten van, Noé megáldatta őt, ő volt az isteni pap, Asszíra. Köszönöm szépen, Asszíra. És Sém az, aki isteni pap volt, és Noé megáldatta, és tőle származik az asszír. És mégis az asszíraknak a táborát, mivel hogyan büntette őket meg? Egy angyalon keresztül, egy küldöten keresztül. Annál is inkább az egyiptomiak, akik nem Sémnak a leszármazatja, hanem a Hamnak a leszármazatja, aki meg lett átkozva Noétól,
és tisztátalanak nagyon, akkor azt jelenti, hogy ők a legalacsonyabb szinten vannak, akkor pláne, hogy ezt nem kellett volna az örökké valónak személyesen tenni. És mégis az van írva, az örök azt mondja, én bejárom Egyiptom országát, és megölök minden elszületet. És én, a hangsúly én, és nem angyal. Miért? Ez a kérdés. Erre azt mondja Rabbi Júda, lehet, hogy ez még Rabbi Júdanak a brós, ennek a folytatása, a tanítása, amit Rabbi Júda mondott. Az, hogy az örökről azt mondja, én személyesen vagyok a felelős érte, az nem mutatja az az örökről, hogy megtisztelt az egyiptomiakat. Pont fordítva, az mutatja, hogy milyen alacsony szinten voltak az egyiptomiak. Erre azt mondja, nézzük meg, mit mond a Zohar. Innen lehet levezetni az örökkévalónak az ereje és hatalma és különlegessége, hogy ő mindennál magasabb, és amikor azt mondta, ez az egyiptomi nép az olyan alacsony és spirituálisan tisztátalan, hogy én nem tudok oda küldeni angyalt vagy szárápot. Mert nem illik egy szent lényt elküldeni átkozott vétkes tisztátalanak között. Máshol emlékszem, úgy szoktak mondani, az örök azt mondta, én féltem az angyalokat, mert olyan erős tisztátalanság van ott, talán még ártani is fog az angyalnak. A zsidók is épp túléltek azt a tisztátalanságot, az örök nem akarta, nem bízta az angyal rajta, hogy talán ez ártani fog az angyal. Mindenképpen ez olyan nem ezt mondja, az örök azt mondja, nem illik egy szent dolgod, egy szent angyalt küldeni ilyen tisztátalan helyre. De én átvállalom ezt a feladatot, mert én képes vagyok azt tenni, amit egy malach, vagy egy szerap, vagy egy küldött nem képes, mert én maradok az én szent helyemen, én csak azt mondom, legyen úgy, és az történik. Az angyal azt nem tudja tenni. Az angyal, egy angyali küldetés, az egy alacsony, az Isten valamit teljesít angyalon keresztül, ez azt jelenti, hogy alacsony szintre ereszkedik le, és így történik. Azt mondja az Isten, angyal nem fogok én oda küldeni. De! De én képes vagyok, hogy én maradok a helyemen, és azt mondom, legyen, halljanak ők meg, és az történik. És nem kell lemennem. Ez azt jelenti, hogy amikor az örökkévaló azt mondja, hogy én átvállalom, azért, mert nem tudok oda beküldeni senkit. Ezért nem tudta az örökkévaló ezt a büntetést végrehajtani, se nem angyala, se nem küldetel, és ez nem a megtiszteltetés az Egyiptomnak, pont fordítva, ez az ő szégyenük. És ez mutatja az örökkévalónak a nagysága, hogy ő fentről képes ezt tenni, mert nem akart oda küldeni egy szent dolgot. És ezért azt mondja, Nive lomalach, én nem egy angyal nem képes erre. Egy hasonló dolgot mondja Rabbi Júda, ami írva van Jóna könyvében, 2:11-re, az van írva, Jomer Hashem ladag, és az örökölő szólt, megparancsolta a halnak, vagy jakej et Jóna elejébás, és kiköpte Jónát a szárazföldre. Erre felmerül a kérdés, az örökölő megszólt a halnak, a nagy halnak, nagy szádikak, jámborok, Izraelből nem érik el ezt a hihetetlen dolgot, az örökkévaló szólja nekik. És itt pedig az örökkévaló szólt, leállt tárgyalni az angyal, a hallal.
aki nem is ember, a halott nem is ember, és nem képes felfogni. Mert azt mondja Rav Júda, nem, nem arról van szó, hogy az öreg, hogy lejött a hal szintjéhez, és ott szólt neki. Hanem amikor Jona, Jónás proféta, Jona a hal gyomrából imádkozott az örökkévalóhoz, hogy olvasunk ott, második fejezet, 2 és 3, vagy itt Palelionára sem elek, ami mead a gád, ahogy Jónás proféta a hal gyomrából imádkozott, és az ima felment az örökkévaló előtt, akkor az örökkévaló az ő szent helyéről megparancsolta. Megparancsol, azt jelenti, azt mondta, hogy most kiköpés legyen, és ezt kiköpte. Azt mondja, ladag, az Jomera sem ladag, nem? La, a lamet, azt úgy is lehet fordítani, ladag, az örökkévaló szólt a halhoz, vagyis az örökkévaló leállt vele beszélgetni, vagy az örökkévaló a hal kapcsán azt mondta, most pedig ki fogja köpni, és kiköpte. Ami azt jelenti, hogy örökkévaló maradt az ő szinten, és nem ereszkedett le. És ez pedig mutatja az örökkévalónak a magasságát, hogy nem ereszkedett le erre a szintre. A Spira rabbi, aki a munkácsi rabbi dinasztiának az elsőnek az atya volt, ő egy darabig volt rabbi munkácson, jött Galíciában, munkácson volt rabbi, aztán vissza kellett mennie Galíciában, neki az unokája Spira Salamon lett munkácsi rabbi, aztán Spira Cvi Hirsch, aztán Spira Chaim Eliezer, aki azt hiszem, 1936-ban hunyt el, de neki nem volt fia, hanem veje, Rabinovics Baruch, ő pedig volt a rabbi a háborúig. Szóval négy nemzedék a Spira családban, de nekik az atyuk, az a Spira Cvi Eliezer, azt mondja, ezzel a zahari magyarázattal lehet megérteni egy bibliai verset, gyönyörű szép magyarázat. Ez pedig Smot könyvéből, második Mózes, 32/11. Ez akkor van még akkor a zsidók az aranybogyót készítették, az örökkévaló azt mondta, jó, akkor most meg fogom menteni, meg fogom ölni a zsidó népet. És erre az van Ilvaj Halmose, és estekelt Mózes az örökkévaló az ő istene színe előtt is szólat. Miért labbanna fel haragad néped ellen, amelyet felhoztál Egyiptom országából nagy erővel és hatalmas karral? Miért mondják az egyiptomiak szólván, stb. Az örökkévaló megölt őket? Mert azt mondja, nem értett. Az örökkévaló kihozta a zsidókat Egyiptomból, ez nem egy felmentő érv, hanem pont fordítva, azt mondja, az örök, én kihoztam titeket Egyiptomból, akkor jár nekem, hogy teljesítsették az én parancsolataimat, és pedig nem teljesítették, hanem aranyborjút készítették. Mózes úgy imádkozik, mintha ez az ő mentésükre van mondva. Miért lobonjan fel az ő haragod a néped ellen, akit kihoztál Egyiptomból? Ez az oka annak, amiért az örökkévaló ilyen mérges. A válasz az, mondja Spira rabbi, hogy Mózes azt mondja, miért te hoztad ki a zsidókat Egyiptomból, és nem angyal, mert olyan alacsony spirituális szint van ott. És a zsidók ott voltak, de akkor egy kicsit megértőbb kell, hogy legyen. Ami azt mondja, az az örökkévaló hozta ki a zsidókat, ez az oka annak, amiért felmentést jelentene a zsidók számára. Folytatja a Zohar tovább. Azt tanultunk rá, hogy Simon azt mondja. A szülésnek a kulcsa az az örökkévaló kezében van. És amikor a nő már készül a szülésre, akkor az örökkévaló megvizsgálja, milyen lesz ez a gyerek. Milyen lesz ez a csecsemő,
amely most meg fog szülni, meg fog születni. Érdemes, hogy jöjjön ki a világra? Ha igen, akkor az örökkévaló kinyitja anyja méhét, és ő kijön. Ha nem, akkor bezárja, és akár az történik, hogy mindketten azt jelenti a magzat és az anyukája is meghal. Erre felmerül a kérdés, ha ez így van, hogy minden egyes, azt mondta az örökkévaló, nem ad át a kulcsot, minden egyes esetben az örökkévaló ott eldönti, lesz szül, egy egészséges szülés itt vagy nem. De látjuk, hogy rengeteg vétkes ember, rasa is megszületik. Hogy lehet ez? És most jön egy megerősítés a kérdésre, még nincs válasz, hanem egy megerősítés a kérdésre. Ahogy tanultunk is a Talmudban, hogy három vétek miatt van az, hogy a nők belehalnak a szülésben. Ez három olyan vétek, ami a nőkhez kapcsolódik. Az egyik az a nida, nem tartanak a nidának a törvénye, vagyis a családi tisztaság, a mikvében, a rituális fürdőnek a járása. A másik a hála, a tészta áldozat, hogy készítenek tésztát több mint másfél kiló, most nagyon körülbelüli számot mondtam, és nem vesznek le tésztát. Az a harmadik, nem figyelnek oda a gyertya, a sábeszi gyertyagyújtásra időben, meggyújtani is időben. Ezek szerint látjuk tényleg, hogy akkor az örökkévaló ítélkezik fölöttük. Ez pedig az a kismamára nézve, hogy az örökkévaló vizsgálja, hogy ő érdemes arra, hogy szülessen gyereket, hogy szüljen gyereket. A csecsemő a magzat oldalára, mondta Rabbi Yitzhak, miért van az, hogy sokszor a vetélés van, és nem marad meg a magzat? Mert azt mondja Rabbi Yitzhak, mert az örökkévaló látja, és azt mondja, nem érdemes. Nem érdemes, mert vétkes ember lesz. És akkor örökkévaló inkább megöli, amikor még anyja méhében van. És erre érdekes, és ez pedig levezeti a Brésit könyvből 6/4. Ott van egy olyan vers, először olvasom a Hébert és a magyar fordítást, és utána a Zohar magyarázza. Hanne filim a juba árec, az óriások voltak a földön. Ne filim, óriások. A Zohar másképpen fogja olvasni ezt a szót. Mindenképpen az egyszerű olvasás, hogy az óriások voltak a földön, vagy a mimahém azokban a napokban, vigam achrékein, és még ezután is, a seriavó bnei ha Elohim elbenot Adam, vialdu lehem. Midőn Isten fiai eljöttek az emberek lányaihoz, és ezek szültek nekik gyermekeket. Heimágibor, imasemé, olám, ancsejásem. Ők voltak azok a hősök, akik ős időktől fogva hírneves férfiak voltak. Itt lényegében itt vétkes emberekről beszélünk. Erre az arra azt mondja, nefilim, ez nem óriások, hanem nefalim. Itt, mert hiányzik egy júd a szóból, akkor ez kicsit más, nem kell kiradírozni, csak másképpen kell tenni a magánhangzókat, és akkor nem nefilim óriások voltak, hanem nefalim. Nefalim. Miért vannak nefalim? Miért vannak olyan vetülések, hogy nem minden magzatból lesz, meg fog születni egy egészséges gyerek? Azért, mert emberek jönnek lányokhoz, és paráználkodásból megszületnek ezek a gyerekek, és ezek törvénytelen gyerekek. Az örökkévaló nem akar törvénytelen gyerekeket hozni a világra, és ezért inkább vetülés van. Folytatja. Mert ezek az erősek, akik mindig az erősekre, azt mondja, erős, ez azt jelenti erős, szemtelen, szemtelen és
a kerítéstörő, mint a törvénytelen gyerek. Ezt jelenti Ancsiasén híresek, de híresek nem pozitív értelemben. Híresek, amikor mindenki azt mondja, nézd csak meg, ez a törvénytelen gyerek, ez egy mamze, ez olyan rossz, hogy mindenki azt mondja, törvénytelen gyerek. És akkor lényegében akkor megint ez alátámasztja, amit előbb olvastunk, hogy minden szülés előtt az örökös megvizsgálja. Erőszakos, igen, lényegében erős, de erős a negot, erősnek az egész volt. Erős abban a szempontból, erőszakos, erős, hogy szemtelen, nem fél, erős, hogy áttör minden gátod, minden... És erre azt mondja, az örökön megvizsgálja az anyukáid, hogy érdemes, hogy szüljön gyereket. Milyen ő? Milyen lesz a gyerek? Az így van, akkor újra felmerül a kérdés, amit a Zohar előbb feltett, akkor most hogy lehet az, hogy mégis rengeteg gyerek megszületik, és azok tényleg vétkesek lesznek, nem csak cádik gyerekek születnek meg. Erre, amit előbb mondtunk, hogy Rabbi Simon azt mondja, hogy az örökről megvizsgálja, akkor azt jelenti, hogy nem csak hogy megvizsgál, ránéz, vétkes vagy nékes, akkor nem kell megvizsgálni, csak rá kell nézni. Az, hogy az örökről való megvizsgálja, ez azt jelenti, hogy utána néz. Talán ő nagyon vétkes lesz, de lesz neki egy gyereke, aki egy cádik és kóser gyerek lesz. Vagy ő vétkes lesz, de mégis egy jó cselekedet fog tenni. Egyszer fog segíteni, megmenteni egy zsidót egy kegyetlen haláltól. Vagy egyszer fog segíteni valakinek. És ekkor már az örökkévaló már a világról hozza. Szóval tudja, hogy vétkes, de mégis van benne egy kis rossz, és van benne egy kis jó, és már emiatt már érdemes, hogy jöjjön a világra. Szerinti az, akiben, aki teljesen rossz, teljesen vétkes, és még későbbiekben soha nincs egy jó cselekedet, rossz, 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 akkor azt az örökkévaló nem engedi, hogy jöjjön a világra. És ezt kapcsán mondja el a Zohar azt a történet, ahogy volt Rabbi Yossinak az idejében, voltak olyan vétkes zsidók, akik együtt más emberekkel, nem zsidókkal rablók voltak a hegyekben. De sokszor az volt, hogy amikor elfogták az embert, és akartak őt megölni, megkérdezték, ezek a zsidó rablók megkérdezték, mi a neved. Ha mondott egy zsidó hangzású nevet, akkor sok esetben elkísérték és megmentették az életet. És erre azt mondja Rabbi Yossi, nézd csak meg, itt vannak gonosz emberek, vétkes emberek, és mégis ezekben is van egy kis jó, hogy időről időre megmentenek embereket, csak a már is ez jár jutalmok ehhez. No, még egy kis rész jár, és befejezünk a midrásán, Nellam a rétett midrás részt. Azt mondja a Zohar, azt tanítottak bölcsénk, három olyan dolog van, ami úgy jön, ami nem jön a világba, csak nagyon hangosan. Az első az a szülés, mert tudunk nagyon jól, hogy ez nagy fájdalom van, és a nő a szülés közben kiabál a fájdalomtól, ahogy írva is van itt Brésit könyvben 3.16-ot fájdalommal fogsz szülni gyereket, illetve az is van írva Brésit könyvben 30.22 Ráchel kapcsán, vagy Ismael előtt kim az örökön meghallgatta Ráchelnak a hangját. Érdekes, hogy kétféle hangról van. Az első hang az pedig a fájdalomnak a hangja, a második hang az Ráchelnek a hangja, az imának a hangja, mikor kért a gyereket. A másik dolog, ami jön a világra hangosan, az pedig az eső. Ahogy írva van a Zsoltára könyvében, 29:3, Kol Hashem alamayim, az örökkévalónak a hangja az a vízből van, mert amikor eső jön, az megint zaj. Az is van írva, ez pedig 1 Királyok 18:41,
Ki kol hamon hagashem. Hogy Eliáhu azt mondta Ahábnak, menjél csak fel, menjél enni, inni, mert mintha már hallom az esőnek a hangját, esőnek a zajot. Láthatjátok, az eső zajjal jön. És a harmadik dolog, ami jön hangosan, az pedig a halottak feltámadása, hogy írva van, ez pedig Jesaja 40:3, kol koré bamidbar, hogy a nagy hang, ami felszólal a sivatagban. Erre felmerül a kérdés, miért kell hang a sivatagban? Miről szól ez a hang a sivatagban? Erre azt válaszol Rabbi Zrika, ez az a hang, amivel az örökkévaló felébreszti azok, akik meghaltak a sivatagban, ugye, amikor a zsidók kimentek Egyiptomból, vándoroltak a sivatagban, akkor mindenki, aki 20 év fölötti volt, meghalt, az örökkévaló jön, és ébreszti őket. De nem csak a sivatagi halottak hang által fogja az örökkévaló őket ébreszteni, hanem minden. Ezek szerint ezek mind hanggal jönnek. Hang azt is jelentheti bizonyos szempontból, ahogy mondtunk előbb, hogy ez ilyen valamennyire természet fölötti folyamatok ezek. Ahogy Rabbi Jochanan itt megerősíti az, ami előbb elhangzott, hogy a halottak feltámadása az hangos lesz. Mert azt olvastunk, amikor az embert eltemetik, akkor az nagyon hangos, mert ott van a sírásnak a hangja. Akkor ha a halott bement a sírban hangosan, akkor logikus lenne az, hogy amikor életre kell, szintén legyen az hangos. Erre azt mondja Rabbi Jákov, a nagy hang az két dolog lesz, ami által életre fognak kelni. Az örökkévalónak a hangja, ami a temetőben, ahogy az van írva Jesaja 26:19, ha kicsőver állósok ne avar, ébredjenek fel. És az is, hogy egy bizonyos harmat, ez a harmat, a nagy fénynek a harmatja, ami életre fogja kelteni őket, ahogy írva van ugyanabban a mondatnak a folytatásban, ki tal orot talechav erzrefaim tapil, mert ez egy harmat, ugye többször van írva, hogy van egy ilyen harmat, ami élteti a halottakat is. Ezzel is akar lényegében itt megint hangos lesz a életre keltése, lesz hang is, és lesz harmat is. Nem egyértelmű, hogy a harmat hogy kapcsolódik ide, de azt minden, mint a Rabbi Jákov azt akarja mondani, lesz hang is, és lesz harmat is. És ezzel, és már egy jó pár hete tanultunk a Midrash HaNe'elem, ami egy különleges része a Zoárnak, és itt ezzel van vége. Jövő héten folytatjuk a Sima Zoárról, és szintén a Sempa Kadetszer Ádzörök a megemlékezett Sáráról. Azt szeretnék mondani, ugye mivel lassan már közeledik a Pesach, hogy két nagy széde lesz nálunk a Vasváriban, úgy itt lent a nagy zsinagógában, az 22-en este, az első este én fogok tartani a szédet, a második este a Nagrádi család fogja tartani a szédet, szóval számítunk rátok. Ne legyen olyan, valaki nem megy el szédenre. Köszönöm a figyelmet, holnap folytatjuk a Chassid történetekkel, és szintén mindenkit várunk. Köszönöm szépen, jó éjszakát kívánok mindenkinek, szia!